Ritka kiváltság még számunkra is, hogy bekukkanthatunk a Fűszva utcai bölcsi életébe, ez csak ballagáskor, karácsonykor és húsvétkor adatik meg, most természetesen az utóbbi volt az intézmény meghívásának tárgya, így hát elmentünk a legkisebbekhez húsvétolni. Kedves szülők, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a mai húsvéti délelőtre. Reméljük, hogy egy csodás délelőtöt fogunk együtt tölteni, és sok-sok nyuszival kapcsolatos tevékenységet fogunk együtt a gyerekekkel végezni. Úgyhogy köszönjük szépen, és akkor gyertek be, is tudunk menni lassan a csoportszobába. Picit már megették a 10 órait, úgyhogy jöhetnek a nyuszis dolgok, de úgy látom, hogy még érkeznek szülők. Minden csemetéhez eljöttek a szülők vagy a nagyi, és ha már ott voltak, segíthettek is a dekorációk, díszek készítésében. Lássuk, milyen remekek születtek. Ez például egy szögletes kosárka, aminek majd a későbbiek folyamán lesz egyéb szerepe is, ezt kivágni, színezni és összeilleszteni kellett. Ezeknél a színes tojásdíszeknél is hasonló volt a tematika, sok szín érdekes minták, a kismesterek nagyon értették a dolgukat. Egy tipegéssel odébb egy másik asztalnál a nyuszikat előbb ki kellett színezni, majd ezeket is kivágni és térbeli formává összeállítani, hogy mindenkinek legyen minden műtárgyból, ezért a gyerkőcök és a szülők folyamatosan vándoroltak az állomások között. Bizony nem kis munka volt, hogy minden meglegyen, a szoba sarkában a fáradt művészeket, terített büféasztal fogadta, üdítővel, teával, pogáccsával, kaláccsal. Ez bizonyára felismerik, ilyen régen is volt, ez a nyuszi cukor, minden színben és a gumicukor változat is megtalálható volt az asztalon. Ennyi alkotás után már szinte vágytunk a szabadba, a csoki vadászat előtt is volt még egy kis nasi, aztán hamar útnak indultak a kincsvadászok, hát mit ad Isten, mindenki talált valamit. És itt még nem volt vége, mert az óvónénik búcsúzó húsvét alkalmából egyéb alkotásokkal is kedveskedtek. És ha valami furcsa beregést hallanak, nem a készülékükben van a hiba, előkerültek a versenymotorok is, ez pedig már tényleg a tavasz csalhatatlan jele.